kedves hallgatóink! Önök a Goodwill Pharma podcastjét hallgatják. Gyógyszerforgalmazó cégként küldetésünknek érezzük, hogy az egészségről szóló témákat a leghitelesebb forrásból ismertessük meg önökkel. Épp ezért orvosokkal, gyógyszerészekkel és más szakértőkkel beszélgetünk az egészséges életmódról, megelőzésről, gyógyításról, valamint a legújabb kutatásokról. Manapság lehetőségünk van arra, hogy tovább éljünk, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Megdöbbentő, hogy míg a születéskori várható élettartam 2001-ben 68 év volt, ez 2022-re 79 évre emelkedett. Habár az örök élet titkát nem biztos, hogy megfejtjük, de a mai epizódunkban dr. Kiss Csaba háziorvossal beszélgetünk arról, hogyan élhetünk tovább, és hogyan tölthetjük ezeket az éveket egészségesebben. Üdvözlöm dr. úr a műsorunkban! Üdvözlöm én is, köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Mi a különbség a biológiai életkor és a kronológiai életkor között? Hát, ugye a kronológiai életkor az az, amit szám szerint, hogyha kiszámoljuk a születésünktől eltelt időt, tehát az eltelt idő alapján lévő életkorunk, amit a hétköznapokban is szoktunk használni, hogy születésnapomon éppen most 18, 20, 35, akárhány éves vagyok. A biológiai életkor pedig igazából ez lehet több is, meg kevesebb is az egészségi állapotunknak megfelelően. Tehát itt gyakorlatilag, ez nyilván sokszor nehéz számszerűsíteni, de azt lehet mondani, hogy akinek jó a genetikája és megfelelő életmódot is folytat, akkor a biológiai életkora az jóval kevesebb is lehet, mint a valódi kronológiai életkora, és persze fordítva is, tehát aki egy nagyon-nagyon önpusztító életmódot él, akinek a genetikája miatt nagyon sokféle súlyos krónikus betegsége van, annak a biológiai életkora az meghaladja a kronológiai életkorát. Egyre többször lehet hallani a longevity kifejezést. Ez mit jelent pontosan? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan módszerek használata, amik segítik, hogy minél tovább és egészségesebben éljünk. Tehát gyakorlatilag ezek olyan fajta életmódbeli változtatások, vagy tehát olyan tevékenységek, amik elősegítik azt, hogy tovább élhessünk és egészségesebben élhessünk. És mi a titok? Mit tettünk azért, hogy hosszabb ideig és egészségesebben éljünk? Hát ugye ennek nem egy titka van, gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nagyon sok mindent magába foglal, és nyilván nagyon sok mindent nem is tudunk még valójában, hogy mik azok, amikkel tényleg tovább lehet élni. Ugye ezt nagyon nehéz is egyébként gyakorlatilag biztosra venni. Rengeteg ilyen divatdiéta van, rengeteg olyan trend, ami aztán kiderült, hogy mégsem olyan hatásos, vagy igazából nem való mindenkinek. Úgyhogy ezt nagyon komplexen kell kezelni, tehát itt az étrendtől kezdve a megfelelő alváson át, a fizikai aktivitáson keresztül, a pszichés egészségen át, a szociális jólétig, a mentális egészség, tehát minden beletartozik, és nyilván ezt egyénre szabottan kell valójában kialakítani, mert minden ember más és más, nem mindenkinek ugyanarra van szüksége a környezeti hatásoktól kezdve a genetikáján át, az alap habitusán keresztül egy csomó minden befolyásolja, hogy mik azok a módszerek, amik neki beválhatnak, de nyilván azért vannak itt ilyen általános dolgok, amiket azért mindenkinek figyelembe kell venni, illetve amik mindenkire alkalmazhatóak, csak ezeket kell finomra csiszolni az egyén szintjén, és ehhez jó egyébként, hogyha azért nem csak ilyen mindenféle internetes kereséseket meg egyéb dolgokat használ fel, hanem bizonyos szakemberek segítségét is kikéri, jó szakemberek segítségét, akiknek tényleg megvan a megfelelő tudása hozzá, és nem csak az ilyen különböző divatos dolgokat fogja felsorolni az illetőnek. Milyen veszélyei vannak ezeknek a divatdiétáknak? Hát ez attól függ, hogy melyik fajta divatdiétáról beszélünk, de az esetek többségében az van, hogy vagy túl szigorú, vagy kihagy bizonyos nagyon fontos tápanyagokat, amire egyébként a szervezetnek szüksége lenne, vagy esetleg bizonyos tápanyagokból mondjuk túlzott mennyiséget visz be. Most mondok egy példát, itt van mondjuk a ketogén étrend. A ketogén étrendnek ugye az a lényege, hogy a szénhidrát bevitelt a minimumra csökkentse, és nagyon nagy mennyiségű fehérjét meg zsírt visz be a szervezetbe, aki ketogén étrendet folytat, és ennek hozományaként gyakran nagyon-nagyon sok terített zsírsavat visznek be a szervezetbe, aminek ugye egyértelműen káros hatása van a szívérrendszerre, fokozza az érelmeszesedés, az érszűkület, szívinfarktus, agyvérzés kialakulásának a kockázatát, tehát kardiovaszkuláris szempontból abszolút nem egy jó dolog. Ráadásul ott van a másik része is, hogy a szénhidrátnak a szervezetre igenis szüksége van, mert hogy alapvetően a szervezetünk azt használja elsődleges tápanyagforrásként.
nem véletlenül van az, hogy a legelső tápanyag forrás, amit a szervezet mobilizál, amikor energiahiányos állapotban van, az ugye mindig a glikogén, amit az izom és a máj tárol. És ugye az agyunk is elsősorban glükózzal működik, nyilván a ketogén étrendnél átalakul, és ezeket a ketontesteket is fel tudja használni az agyunk, de alapvetően normál működés esetén az agyunk az a glükózt használja. Tehát a szénhidrátokat nem kell, meg nem is szabad démonizálni, mert megvan azoknak megvan a maga fontos szerepe. Itt igazából csak a megfelelő minőségű, meg mennyiségű szénhidrát bevitelre kell hangsúlyt fektetni. Tehát nagyon sok egyéb ilyen divat diéta van, de azt el lehet mondani, hogy kutatások alapján egyetlen egyről sem sikerült még bebizonyítani, hogy ténylegesen javítaná akár az egészséget, akár a várható élettartamunkat rövid távon. Bizonyos esetekben lehet ezeket használni, tehát nem arról van szó, hogy most itt mindenkinek, aki valamiféle ilyen diétába belekezdett, az most azonnal hagyja abba, hanem csak arról van szó, hogy meg kell nézni, hogy miért van neki éppen az a diéta előírva, vagy egyáltalán miért találták ki, hogy legyen ez a diéta neki, és hogy valójában ténylegesen szüksége van rá. És mi a helyzet a tojás diétával, hogyha már a negatív példákról beszélünk? Hát most... Ez is egy nagyon populáris diéta volt. Igen, én nem vagyok dietetikus, tehát azért én egy háziorvosi szinten tudom ezeket a dolgokat. Nyilván azért szerintem az átlagtól jobban belástam magam a történetbe, tehát ahogy mondom, nem vagyok dietetikus. A tojással, a tojásfogyasztással alapvetően nincsen semmi baj, de a túlzott fogyasztás itt is kerülendő. Alapvetően egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy a szélsőségeket mindig célszerű kerülni. Tehát általában az arany középút az, ami a legcélra vezetőbb. A tojásban rengeteg sok nagyon hasznos tápanyag van, nagyon sok, nagyon jó fehérje forrás is, viszont ugye azért a túlzott tojásbevitel a koleszterin szintet nagy mértékben meg tudja emelni, ami szintén független rizikófaktor a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának. Tehát hogy fokozza a kockázatát ezeknek? Szerintem azt már egyre többen tudják, hogy nem diétázni, nem fogyókúrázni kell, hanem életmódot váltani. Hogyan érdemes nekiállni az életmódváltásnak? Hogy ez viszonylag fájdalommentes legyen. Igen, én mindig azt szoktam mondani a pacienseimnek, akinél valami miatt mondjuk kiderül egy magas vérnyomás, kiderül egy kettes típusú cukorbetegség, és mondjuk társul hozzá egy hízás, mindig azt szoktam mondani, hogy a fogyókúra kifejezést úgy, ahogy van, el is kell felejteni. Mert annak semmi értelme nincsen, hogy pár hónapon keresztül az ember valami tényleg ilyen, akár egy extrém diétába is belemegy, sanyargatja magát, küszködik, szenved, lehet, hogy ér el eredményt néhány hónap alatt, de hogyha visszaáll arra az életmódra, ami az alap problémájához vezetett, akkor ugyanott leszünk, ahol a parcakat. Ráadásul ugye, hogyha nagy mértékű kalória megvonás van, a szervezet egy idő után az alapanyag cserét is belassítja. És arra, hogyha utána visszaadjuk azt a megnövelt mennyiségű kalóriát, ami korábban volt, akkor nagyon-nagyon gyorsan fogja visszaszedni. Tehát amit mondjuk, hogyha 10 kilót leadott 5 hónap alatt, akkor ezt lehet, hogy 2 hónap alatt vissza is fogja szedni, azért, mert annyira belassította az alapanyag cseréjét. Itt is nagyon-nagyon fontos, hogy egyénre szabottan történjen a dolog, tehát tudni kell, hogy mi a célunk, hogy ez most tényleg valami betegség miatt szükséges, vagy egyszerűen csak fogyni szeretnénk, vagy csak fittebbek szeretnénk lenni, illetve hogy ugye milyen alapbetegségek vannak, amik befolyásolják a dolgot. De tehát a lényeg, hogy egy élhetőbb, egy fenntartható, egészségesebb életmódot kell kialakítani, és ez tényleg célszerű szakember segítségét kérni, beszélni kell a házi orvossal, beszélni kell dietetikussal, érdemes beszélni akár személyedzővel, tehát sportban járt a szakemberrel, aki egy egyénre szabott edzésrendet tud segíteni, kialakítani, mert ráadásul ugye az ilyen, sok ilyen krónikus betegségnél, illetve elhízásnál a változás testmozgás nélkül nem fog menni. Tehát önmagában csak az, hogy az étrenden változtatunk, az önmagában nem fogja megoldani a dolgot, hanem mindenképpen szükséges a testmozgásnak a fokozása. Viszont az étrenddel kapcsolatban azt az egyet szeretném megjegyezni, hogyha valakinek nincsen lehetősége arra, hogy felkeressen dietetikust, akkor az egyik legjobb megközelítés az a mediterrán jellegű diéta. A mediterrán jellegű diéta az az, ami mögött egyértelmű tudományos bizonyítékok vannak,
hogy élettartam növelő hatása van. És egyébként egy nagyon komplex, a táplálékok nagyon széles palettáját felölelő étrendről van szó, és nagyon jól egyénre lehet szabni. Tehát nem kell itt minden, tehát a mediterrán diéta nem azt jelenti, hogy most itt mindenkinek akkor minden nap halat kell enni, vagy ilyen tengergyümölcseit, mert egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az étrendnek az alapját nagy részt növényi dolgok képzik, és itt nagyon oda kell figyelni, hogy lehetőség szerint lokális. Tehát minél közelebbről jövő idény zöldségek, idény gyümölcsök legyenek, mert azoknak van a legnagyobb tápanyagtartalma. Tehát én tudom, hogy az avokádó egészséges, de amikor az Tájföldön ilyen fél meg negyed érett állapotban leszüretelik, és akkor mesterségesen érlelik meg addig, amíg a konténerhajó idehozza, annak a tápanyagtartalma az már nem lesz lényegesen több, mint amikor leszették a fáról ilyen fél érett állapotban. Ezért sokkal jobb az, hogyha elsősorban azokat a tápanyagokat, a táplálékokat fogyasztjuk, aminek minél kevesebbet kell utazni, és amit minél érettebb állapotban tudunk fogyasztás előtt leszedni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont az élelmiszerek összeválogatásánál. Tehát, hogy az lebegjen a szemünk előtt, hogy minden nap legyen legalább egy olyan étkezés, amiben többféle zöldség és gyümölcs van, illetve célszerű, hogyha gabonaféléket választunk, akkor olyanokat fogyasztani, amiben lassabban felszívódó szénhidrátok vannak, teljes kiörlésű gabonaféléket, vagy kinoát például, de többfélét lehet, meg célszerű is egyébként variálni a dolgokat. A dietetikusok azt mondják, hogy az a jó, hogyha egy héten legalább 20 féle zöldség és gyümölcs kerül az asztalra, és ennek egy része azért célszerű úgy, hogy nyers formában is legyen. Egyrészt a tápanyagtartalom megőrzése miatt, másrészt pedig a rosttartalom miatt, mert ugye az alaptápanyagok közül a rostról nagyon-nagyon el szoktunk feledkezni, pedig rettenetesen fontos a megfelelő bélmikrobiom kialakulása szempontjából, a megfelelő emésztés, tápanyagfelszívódás szempontjából, úgyhogy a rostbevitelre nagyon oda kell figyelni. És hogyha már megvan az, hogy minden nap eszünk zöldséget, gyümölcsöt, és ez lehet nagyon változatos formában, salátaként, párolva, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen lehet ezeket tálalni, elkészíteni, és hogyha megvan ez az alap, akkor emellé ugye jöhetnek ezek a lassan felszívódó szénhidrátok. Tejterméket az ugye a mediterrán diéta megengedi, de nem túl nagy mértékben, és elsősorban ugye nem simán a tejet, hanem inkább az ilyen, tehát például az ilyen görög joghurt, meg a sovány sajtfélék, tehát a tejtermékeket elsősorban ilyen, vagy kefír, tehát ilyen formában célszerű bevinni, és az jó, hogyha valaki azért hetente kétszer legalább tud halat enni, és nem feltétlenül kell, hogy tengeri hal legyen, itt Magyarországon is be lehet szerezni jó minőségű pisztrángot például, pontyot, kárász, nagyon sokfélét. Ezek is legalább olyan egészségesek, vagy vannak olyan egészségesek, és hogyha már húsfélét eszünk, akkor azok inkább sovány húsfélék legyenek, tehát csirke, pulyka elsősorban, és az ilyen vörös húsokat, sertés, marha, ilyesmi, azt maximum havonta egyszer célszerű, és fontos, hogy kerüljük az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszereket, tehát az ilyen mindenféle virsli, felvágottak, ezek a bolti sütemények, meg úgy egyébként is az ilyen gyorsan felszívódó szénhidrátokat célszerű mérsékelni, illetve minimalizálni, tehát az ilyen édességeket, cukros üdítőket, mert nem tesznek jót a szénhidrátanyagcsere szempontjából sem, a bélmikrobiom szempontjából sem. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle szempont van, és ezért jó, hogyha szakemberrel beszél az illető, mert azért ezt érdemes egyénre szabni. Tehát ezek mind csak ilyen sorvezetők, amiket így elmondok, de ez nem azt jelenti, hogy most ezt mindenkinek így kopra szó szerint be kell tartani, hanem ezek csak ilyen irányelvek, ezt úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogyha már ezekre egy kicsit az ember odafigyel, akkor az jó. Viszont itt fontos, hogy az ember szeresse azt, amit eszik, ne csak magára kényszerítse, és manapság már egyébként tényleg annyira sok jó vegetáriánus, vegán receptet el lehet érni, akár online is, hogy azokat az alapanyagokat, amiket egyébként eddig messziről elkerültünk, nagyon-nagyon finommá és fogyaszthatóvá lehet tenni, úgyhogy szerintem mindenkinek érdemes egy kicsit nyitottabb szemmel járni és kipróbálni új dolgokat, mert nagyon hasznos tud lenni. Ha már csak annyit tesz valaki, hogy minden nap egy étkezését lecseréli
húsosról egy ilyen zöldség alapúra, akkor már nagyon sokat tett azért, hogy egészségesebben étkezzen. Neked volt-e ilyen érdekes felismerésed, hogy egy bizonyos alapanyagot előtte nem szerettél, és ezzel, amit mondtál, hogy érdemes utána nézni és kipróbálni újdonságokat, így a felvetted a saját menütökbe? Persze, hogy ne. Például én gyerekkoromban gyűlöltem a gombát, tehát messziről kerültem, semmit meg nem ettem, amiben gomba volt, és aztán... Hát egy ilyen tizenpár évvel ezelőtt jött ez, hogy na akkor csak kipróbálni újra, úgy megfűszerezni, olyan jó minőségű gombát venni, vagy sőt, azt is csináltuk, hogy elmentünk gombászni, és akkor bevizsgáltattunk gombavizsgálva, és akkor azt, amit mi szedtünk, azt készítettük el. És mindjárt sokkal-sokkal jobb volt a dolog, és azóta egyébként, amikor szezon van, rendszeresen járunk, és szoktunk mi is így gombát szedni, és saját magunknak elkészíteni, és fantasztikusan jó. Ez nem csak a testünknek tesz jót, hanem egy ilyen közös program a lelkünknek is. Így van, igen. Hát nem véletlenül egyébként, hogy azért a főétkezések azok ugye mindig családi környezetben történtek, tehát ennek van egy ilyen szociális aspektusa is, mert azért teljesen más, mint amikor az ember gyorsan rendel egy pizzát, beül a tévé elé, és akkor szinte fel se fogja, hogy mit eszik, meg hogy mennyit evett egyáltalán. És teljesen más az, amikor tényleg egy baráti környezetben, egy jó beszélgetés mellett leülnek az emberek, és úgy fogyasztják el, főleg, hogyha még egy közösen elkészített ételről van szó, akkor aztán végképp. Tehát ez még fokozza úgymond a jótékony egészségügyi hatását az étkezésnek. Említetted a mikrobiomot. Mi az összefüggés a mikrobiomnak az egészségünkkel, illetve elmondanád, hogy mit is jelent pontosan ez a mikrobiom kifejezés? Ugye hát az emberek alapvetően hajlamosak úgy gondolni önmagukra, mint egy egyéni, önálló élőlényre, ami csak az ő genetikai anyagát tartalmazza minden egyes sejt. Na most a valóságban az van, hogy a saját szervezetünk szimbiózisban, tehát egy egymás jótékony kölcsönhatásban él számos mikroorganizmussal, gombákkal, baktériumokkal, vírusokkal. Ezek megtalálhatók a bőrünkben, nyálkahártyákon, illetve a legnagyobb számban a vastagbélben, illetve a végbélben. És a szimbiózis ugye azt jelenti, hogy az is hasznos, amit mi adunk nekik, és az is hasznos, amit ők adnak nekünk, amennyiben ugye a megfelelő bélbaktériumok, illetve a megfelelő mikroorganizmusokkal élünk együtt. Tehát a bélben lévő baktériumok segítenek a tápanyagoknak a megemésztésében, vitaminokat termelnek például, amik utána felszívódnak, és a mi szervezetünk fogja hasznosítani, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak például az immunrendszernek a fejlődésében, illetve a későbbi működésében. Ezért is nagyon fontos, hogy aki csak lehet, az természetes hüvelyi úton szülessen meg, nem pedig császármetszéssel, mert ugye először, ugye, tehát az anyamében a gyermeknek nincsen még bélflórája, nincsen mikrobiomja, hanem amikor halad át a szülőcsatornán, akkor az édesanyától szedi össze az első adag ilyen mikroorganizmusokat, amik rájutnak a bőrére, bejut a szájába, azok lejutnak a bélrendszerébe, és ezek a jótékony baktériumok fogják kolonizálni, benépesíteni a megfelelő felületeket, és ezek lesznek azok, amik majd például az immunrendszer fejlődésében kulcs szerepet játszanak. Viszont ugye, hogyha császármetszéssel születik valaki, akkor első körben nem a jótékony anyai baktériumokkal, hanem a mindenféle kórházi, meg egyéb, tehát külvilágbeli mikroorganizmusokkal találkozik, és azok fognak elszaporodni. Nyilván utána a szoptatással, meg ugye a bőrkontakttal ez majd fog alakulni valamilyen mértékben, de azért aki hüvelyi úton születik, annak az egy sokkal nagyobb előnnyel indul ilyen téren. És még csak most kezdjük igazából kapizsgálni, hogy mekkora szerepe is van ennek a mikrobiomnak a mi szervezetünk, meg a mi egészségünk szempontjából. Jó pár évvel ezelőtt például csináltak egy ilyen kísérletet, hogy kísérleti egereknek, tehát sovány kísérleti egereknek olyan baktériumokat telepítettek a vérrendszerébe, ami az elhízott egerekben volt. És azok az egerek is elhíztak, és ez működött fordítva is. Tehát, hogy például a mikrobiomunk befolyással van arra, hogy tehát befolyással van az elhízásunkra is. Vagy befolyással van például olyan betegségek kialakulására, mint bizonyos fajta daganatok, vagy például a Parkinson-kór. Tehát például csináltak ilyen kísérletet is, hogy egészséges egereknek Parkinson-kóros egerek bélflóráját telepítették be, és az egészséges egerek is Parkinson-kórosak lettek. De például egy pár
héttel ezelőtt egy neurológus kollégám mesélt egy ilyen esetet, hogy ő is Parkinson-kóros betegeket gondoz, és egyszerűen azzal, hogy átalakította az étrendet a paciensénél, tehát a gyógyszereket kapja természetesen a paciens. De, tehát, hogy a gyógyszerek mellett is voltak még parkinsonos tünetei, viszont azzal, hogy az étrendet átalakították, megnövelték a rosttartalmat, ezáltal a bél mikrobiom elkezdett átalakulni, a gyógyszerek melletti tünetek szépen elkezdtek visszacsökkenni. És javult az állapota, anélkül, hogy a gyógyszereken neki változtatni kellett volna. Tehát iszonyatos sok mindent befolyásol az, hogy milyen a szervezetünknek a mikrobiomja, és ezt mi pedig tudjuk befolyásolni az a saját életmódunkkal. Egy nagyon fontos dolgot említettél még a longevity-vel, illetve a hosszú élettel kapcsolatban, ez pedig az alvás fontossága. Az alvás milyen szerepet játszik az egészség megőrzésében, illetve mit jelent az az alvás higiéné? Az alvás higiéné ugye azt jelenti, hogy olyan megfelelő körülményeket teremtünk, ami lehetővé teszi azt, hogy jó minőségű és mennyiségű alváshoz juthassunk. És a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás az nagyon fontos a szervezet regenerációja szempontjából. Tehát például kimutatott tény, hogy akik váltott műszakban dolgoznak, tehát hol éjszaka, hol nappal dolgoznak, azoknál megnő különféle kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának a kockázata, tehát fokozott a szívinfarktus, az agyvérzés kialakulásának a kockázata, rontja az immunrendszernek a működését, bizonyos fajta daganatoknak a kockázata, a diabétesznek a kockázata megemelkedik, tehát ez a nem megfelelő alvás, illetve ez a felborult cirkadián ritmus, ez kimutatott egészségkárosító hatással rendelkezik. Mert ugye alvás során tud a szervezetünk pihenni, akkor tud regenerálódni, és akkor tud rengetegféle méreganyagtól megszabadulni. Hogyha erre nincsen lehetőség, és most itt nyilván nem egy-két éjszakáról beszélek, hanem amikor hosszú távon erre nincsen lehetőség, akkor mindenféle olyan salakanyagok felhalmozódhatnak, és itt most ilyen mikroszkópikus sejten belüli salakanyagokról beszélek, amik utána az adott sejteknek, szöveteknek, szerveknek a kóros működéséhez vezet. Tehát emiatt a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra fontos figyelmet kell fordítani. És ezt úgy lehet elérni, hogyha egyrészt nagyjából ugyanabban az időben igyekszünk lefeküdni, aludni, előtte legyen meg a megfelelő rutin, tehát hogy nyilván ez változó, de hát amit általában ugye gyerekkorban megtanulunk, hogy fürdés, fogmosás, lefekvés, és akkor, tehát érdemes egy ilyen 10-15 perces ilyen rutin bevezetni. Nagyon fontos, hogy alvás előtt lehetőség szerint a képernyős tevékenységeket, azokat be kell szüntetni legalább egy 20 perccel, fél órával, ugyanis a monitor, legyen az tévé, számítógép, telefon, tehát a kijelző az egy ilyen eléggé kék irányba eltolt hullámhosszú fény, ami ugye arra emlékezteti az idegrendszerünket, ami kint van napközben a külvilágban. Emiatt a melatonin szint, ami az alvás ébrenlét szabályozásért felelős hormonunk, a melatonin szint az le fog csökkenni, a csökkent melatonin szint pedig rosszabb minőségű alváshoz vezet. Úgyhogy a képernyős tevékenységeket mindenképpen célszerű kerülni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy lehetőség szerint a hálószobában ne is legyen tévé. Vagy hogyha nem lehet máshogy megoldani, csak ott van, akkor legyen egy kis szék, egy fotel, este akkor még azon tévézen az illető, de hogyha már azt mondja, hogy szeretne lefeküdni, aludni, akkor utána menjen el, fürödjön meg, mosson fogat, és akkor csak max. Egy kis lámpa fénye mellett még olvasson, hogyha még nem teljesen álmos, de ne a tévé előtt aludjon el. Az a legrosszabb, amit tehet a saját alvás, az egyik legrosszabb, amit tehet a saját alvás minőségének a rontása érdekében. A másik ilyen egyébként az esti nagy zabálás, illetve az alkoholfogyasztás. Az alkoholtól ugye elálmosodunk, de az alvás minőségét nagyban rontja, tehát hiába alszunk el, akkor sem lesz olyan minőségű az alvás, mint amire szükség van. Illetve ugye hát azt szerintem mindenki tapasztalta már, hogyha estére túl eszi magát, akkor szintén forgolódik az ágyban, mert egyszerűen
a túlevés szintén rontja az alvás minőségét, tehát lefekvés előtt azért 2-3 órával lehetőség szerint már ne nagyon együnk. És mennyi az ideális alvásidő? Itt vannak azért egyéni különbségek, de átlagban azt lehet mondani, hogy ilyen 6-8 óra. A túl sok alvás sem egészséges, meg nem is szükséges, tehát ilyen 10 órákat teljesen rendszeresen, tehát nyilván, hogyha valakinek kimerült a szervezete valami nagyobb pszichés vagy fizikai megterhelés érte, akkor egyszer-egyszer belefér, tehát nem erről van szó, hogy nem szabad itt soha 10 órát aludni. De a rendszeres napi 10 óra alvás az igazából nem célszerű, tehát általában egy ilyen 6-7, max. 8 óra az bőven elegendő kell, hogy legyen egy felnőtt embernek. Ja, igen, és itt ez hangsúlyoznám, hogy ez felnőtt emberekre vonatkozik, gyerekeknél azért nyilván más a helyzet. A mozgás népszerűsítésében te is példaképként szolgálsz a pácienseidnek. Te milyen mozgásformát űzöl, és mit javasolsz a pácienseknek? Itt megint csak, amit már most korábban, vagy többször elmondtam, hogy egyénre szabottan kell ezt megtalálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki most nulláról kezdi, akkor az egészségi állapotának megfelelően szépen fokozatosan kezdje el. Ha valaki 130 kiló, akkor nem célszerű elkezdeni futni, kocogni, mert hiába fog, még ha megfelelő cipőt is vesz, meg odafigyel a megfelelő technikára, akkor is nagyon sérülés veszélyes lesz, nagyon könnyen tönkreteheti az ízületeit, úgyhogy ott inkább mindenképpen valami ízület kímélő mozgásforma javasolt, úszás például, kerékpározás, vagy edzővel ilyen teljes testet átmozgató edzőtermi gyakorlatok, de alapvetően a legfontosabb az, hogy fokozatosan kezdje el, hogy rendszeresen csinálja, és tényleg a saját egészségi állapotának megfelelő dolgot válasszon, és lehetőség szerint olyat, amit szeret, amit élvez. Mert ez nem az önsanyargatásról szól, tehát ez az egész, tehát itt minden, amiről beszélünk, az alvás, az evés, a sport, ez mind arról szól, hogy az embernek jobb közérzetet teremtsem. Tehát, hogy ne csak a fizikai, hanem a pszichés egészségét is javítsa, és így lehet igazából célt érni. Hogyha az ember csak ezt egy felesleges nyűgnek, egy küszködésnek éli meg, és most itt nyilván nem az első egy-két hétről beszélek, mert amíg átáll a szervezet, addig persze nehéz. De azért ilyen közép, meg hosszú távon olyat kell választani, amit szívesen csinál, amit élvez, hogyha meg még van benne társasága is, az meg még különösen jó, tehát valami olyan csapatsport, vagy olyan, ahová tud mondjuk közösen ilyen, nem feltétlenül profi, de hogy ilyen amatőr versenyekre eljárni. Én is egyébként nagyon sok mindent csináltam gyerekkoromtól kezdve, a tájfutástól, az úszáson át, triatlon, mostanában inkább ezek a terepakadályfutó versenyek, amik úgy leginkább vonzanak, de én mindegyiket szerettem, amit eddig csináltam, úgyhogy persze van benne nehézség, van benne küszködés, van, amikor az ember a háta közepére nem kívánja, hogy elmenjen és megcsináljon egy edzést, de időnként igenis erőt kell venni magunkon, és akkor utána mindig jobban érzi magát az ember. És ezt egyébként nagyon sok sporttársamtól hallom, hogy nincs kedve elmenni, fáradt, nehéz napja volt, itt fáj, ott fáj, ott fáj, de utána elmegy, megcsinálja az edzést, és akkor rájön, hogy fú, de kár lett volna ezt kihagyni. Igen, itt van ez a tényező, hogy büszkék is lehetünk magunkra, és hogyha megcsináljuk azt, amihez nem volt kedvünk, de alapvetően jó hatással van ránk, akkor van egy ilyen büszkeségérzés is. És ugye a hosszú egészséges élethez ez az érzelmi állapot is kulcs tényező. Mit tehetünk, hogy jobban érezzük még magunkat ezeken kívül, amit felsoroltál? Hát részben itt ugye a szociális háló, amit emlegetnék, tehát ugye a megfelelő társasági élet, család, barátok szintén nagyon-nagyon fontos hatással vannak a pszichés és egyébként a testi egészségünkre is. Tehát erre is vannak tanulmányok, hogy az elmagányosodás az nagyban növeli rengetegféle krónikus betegség kialakulásának a kockázatát. Többféle daganat, de például a demencia, tehát nagyon sokféle depresszió, nagyon sokféle betegség kialakulásának a kockázatát növeli az elmagányosodás. De itt is azért vannak egyéni különbségek, tehát azért ezeket mindig statisztikai szinten kell értelmezni, amiket mondok, mert vannak olyan emberek, akiknek pont az ellenkezője, nyilván ez a ritkább, de hogy tehát akik inkább akkor érzik jól magukat, hogyha egyedül lehetnek, és úgy élik az életüket, ahogy ők ott szeretnék, de az emberek többsége az tényleg társas lény, és akkor tudnak igazán jól funkcionálni, akkor tudják igazán jól érezni magukat, hogyha van társaságuk, számukra megfelelő társaság, legyen az barát, legyenek azok barátok, legyen az család egyrészt,
Másrészt pedig ugye az ilyen spirituális lelki gyakorlatok, lehet ez vallás, lehet ez meditáció, ez megint nagyon egyéni, bár én úgy gondolom, hogy igazából minden út ugyanoda vezet, de a lényeg, hogy ezek a lelki gyakorlatok szintén nagyon-nagyon fontosak. Igen. A bőtnek van egészségjavító hatása? Igen, a mediterrán diéta mellett, ami még egyértelműen kimutatott kutatások alapján, hogy az időszakos bőjt az ténylegesen egészségjavító és élettartam meghosszabbító hatással bír. Nem is véletlen az, hogyha most logikusan belegondolunk, hogy minden vallási gyakorlatban benne van a bőjt. Teljesen mindegy, hogy melyik vallást nézzük, mindegyiknek a része az időszakos bőjt. És ez azért van, mert már az őseink is felismerték azt évezredekkel ezelőtt, hogy szüksége van a szervezetnek arra, hogy időnként megvonjuk a tápanyagot. Ilyenkor ugye a szervezetben az történik, persze az éhezésnek a kellemetlen tüneteit mindenki ismeri, de ez csak időszakosan jelentkezik, hogy ugye amikor a tápanyagot megvonjuk a szervezettől, akkor a szervezet átáll egy másfajta üzemmódra, és elkezdi kitakarítani azokat a sejteket, amik már nem teljesen jól működnek. Ugye mindenkinek a szervezetében nap mint nap képződnek kóros, nem teljesen jól működő sejtek, és az immunrendszerünk fel van arra készülve, hogy ezeket felismerje és eltüntesse. Hogyha ez nem történik meg, akkor ezekből ugye kórosan szaporodó, daganatos sejtek alakulhatnak ki, és hogyha ugye a túlzott táplálékbevitellel gyakorlatilag nem hagyjuk, hogy az immunrendszerünk teljes kapacitásán dolgozzon, akkor azzal megnöveljük rengetegféle daganat, meg egyéb betegség kialakulásának a kockázatát, viszont az időszakos bőjtel ezt ki lehet küszöbölni. Na most itt, hogy kinek milyen bőjt válik be, ez már megint egy másik téma. Itt megint az egyénre szabadságot tudnám emlegetni. Van, akinek az válik be, hogy naponta csak 8 órán keresztül vesz magához táplálékot, és 16 órán keresztül nem, de ezt csinálja minden nap, vagy mondjuk csinálja hetente 5 napon keresztül. Van, aki tart egy olyan napot a héten, amikor egyáltalán nem vesz magához ételt. Csak ugye vizet, meg mondjuk ilyen üres teát iszik. Ez mindenkinek ki kell tapasztalni, de én abszolút javaslom ezt, hogy időnként egy ilyen bőti időszakot mindenki iktasson be az életébe, mert ténylegesen sokat nyerhet vele. De hogyan bőjtölsz? Igazából én csináltam többször ilyen 40 napos bőjtöt is, tehát ezt a húsvét előtti 40 napos bőjtöt, ami ott 40 napon keresztül minden nap, de csak csökkentett mennyiségű tápanyagot vettem magamhoz, és az is gyakorlatilag csak növényi dolog volt. Én egyébként alapvetően, tehát én húsféléket vagy 7-8 évig egyáltalán nem ettem. Mostanában van az, hogy nagy ritkán egy kis csirkehúst vagy valamit, de az is csak ilyen mondjuk havonta egyszer, vagy még ritkábban. Szoktam enni, meg halat eszek időnként. Egyébként én is nagy részt növényi táplálékot fogyasztok. Egyébként szoktam Én csináltam már igazából mindegyik változatát, csináltam ezt is, hogy egy napig, egy-két napig nem eszek, csináltam, mostanában inkább ez a 16-8-as, tehát hogy 8 órát eszek, 16 órát nem eszek, mostanában inkább ez az, ami úgy érzem, hogy jobban beválik. Hát itt fontos, hogy az ember figyeljen a saját szervezetére. Nem tudom, hogy ez ilyen urbán legenda, vagy ezen esetleg lehet változtatni, hogy korábban az volt a tény, hogy aki sportol, annak sok húst kell lennie. És te azért eléggé intenzíven sportolsz, illetve sportoltál, nem tapasztaltad a növényi étrendnek ezt a fajta hátrányát? Igazából nem, meg azért, tehát én nem voltam vegán soha, tehát tejtermékeket is ettem valamennyit, halat is ettem valamennyit, szóval így igazából nem. Nyilván, tehát aki valamilyen szélsőségesebb étrendet folytat, mondjuk vegán, ott azért legyen tisztában azzal, hogy milyen hiánybetegségek alakulhatnak ki, illetve sokkal nagyobb tudatosságra van szükség ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét, kalóriát, mindent bevigyen, főleg, hogyha tényleg intenzívebben sportol. De alapvetően nem, sőt, hát ugye volt is egy elég híres film, ez a Game Changers, egy ilyen dokumentumfilm erről, hogy a növényi étrend az képes javítani a sport teljesítményt. Tehát nincs szükség valójában arra, hogy aki élsportoló, az minden nap steaket tegyen, sőt, sokszor pont, hogy a növényi étrend az hasznosabb. Ugye azért azzal tisztában kell lenni, hogy a vörös húsokban, meg főleg az ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerekben nagyon sok olyan anyag van,
ami ezerféleképpen okoz problémát. Gyulladás generál az érrendszerben, érszűkületet okozhat, felborítja a mikrobiomot, emésztési problémákat okoz, leterheli ugye az emésztőrendszert. Alapvetően nincs az emberi szervezetnek szüksége arra, hogy minden nap húst tegyen, sőt, kifejezetten nem javasolt. Akkor azt összességében elmondhatjuk, hogy a hosszú és egészséges élet titka igazából a tudatosságban rejlik, hiszen hogyha tudatosan odafigyelünk arra, hogy mit teszünk, mennyit teszünk, tudatosan figyelünk arra, hogy elegendőt pihenjünk, és hogy a szociális kapcsolatainkat is ápoljuk, akkor jó esélyünk van arra, hogy ezt a rendelkezésünkre álló hosszabb életkort egészségben és boldogságban tudjuk tölteni. Ez abszolút így van, és ezt mindenki próbálja meg egyénre szabottan elérni. Tehát figyelje a szervezetének a jelzéseit, mert nem mindenkinek ugyanaz a jó, tehát arra mindenképpen én azt mondom, hogy érdemes többet befelé figyelni, és nem mindig a külvilágra. Én azért is szoktam javasolni a meditációt, mert nagyon-nagyon hasznos tud lenni, és itt ez vallástól, meg mindentől függetlenül mondom a meditációt. Tehát, hogy nagyon egyszerű légző gyakorlatokkal, az elmének az elcsendesítésével egy csomó mindent, olyat észrevesz az ember saját magába, amit egyébként ugye ebbe a rohanó világba, mert hát akárhogy is nézzük, úgy élünk, hogy mindig valami kéri a figyelmünket, általában egyszerre sok-sok dolog, a környezetünk, a munkánk, a családunk, a telefon, a tévé, az újság, ezer dologra figyelünk, csak valójában magunkra nem figyelünk kellőképpen oda, és igenis meg kell állni, időt kell szakítani, és befelé is figyelni egy kicsit, és az nagyon sokat tud hozzátenni ahhoz, hogy észrevegyük, hogy mire is van igazából szükségünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Egy legendás magyar felfedező, aki elszántan kutatta a hosszú élet titkát. Látta, amit mindenki lát, gondolt arra, amire még senki. Nobel-díjas örökséget hagyott ránk, a C-vitamint adta az emberiségnek. Szent Györgyi Albert gondoskodott egészségünkről. Gondoskodjon ön is nap mint nap. Válassza a Szent Györgyi Albert C-vitamint. Ha tetszett a műsorunk, kövessen bennünket, így nem fog lemaradni újdonságainkról.